Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Harmati István, nagykövet, szép jó reggelt kívánok. Köszönöm, hogy fölkelt ilyen korán. Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok. És akkor nézzük, hogy a világ teremtésében hol tartunk. 5779 esztendővel ezelőtt. Ez is megtörtént, ma viszont már Hesván havának 30. napján vagyunk, azaz Rosh Chodesh van, holnap új holdat kezdünk, új hónapot kezdünk. De azok, akik a Gergely naptárt használják, ők biztos tudják, 2018. november 8-a és csütörtök van. Szeretettel köszöntünk minden Zsombor utónevű nézőnket, és mindenkit, akinek ma van a születésnapja, a házassági évfordulója, a családok éve van, így aztán a jövő héten sokat fogunk beszélni a csókról is, de nézzük, hogy ma mit tesznek a bankok a csókért. Az euró középárfolyama 3.21.30, míg az angol font 3.69.02. A szeszélyes időjárásról, mit hallhatták iradónkba, 6 és 17 Celsius fok között lesz, tehát öltözködjenek rétegesen, figyeljenek oda a folyadékháztartásokra, most nyissák ki az ablakot, mondhatnám tárják nagyra, hogy a friss levegő betóduljon, vegyék elő, amit szeretnének inni, helyezzék magukat kényelembe, és már is hallgathatják beszélgetésünket Gyarmati István nagykövet úrral. Szép jó reggelt újfent! Jó reggelt! Új időszak kezdődött az Amerikai Egyesült Államokban. Egyre több nő lett, végre van egy muzulmán képviselőasszony is, fiatal, kettő is van, sok új zsidó fiatal bekerült. És, fiatal és agresszív antiszemita muzulmán képviselőasszony. Akkor ezt kezdjük, hogy a fiatal, csinos, muzulmán, muzulmán nő és antiszemita. És a, húha, ez egy kicsit sok egyszerre, nem? Ez van, a nők bonyolultak, mint tudjuk. Mi minden történt azon kívül még, hogy pár órával ezelőtt egyes képviselők azt az ötletet szeretnék megvalósítani, hogy megvizsgálják az elnök IQ készletét? Mindkét párt azt mondta, hogy győzött, és ez az általában szokták mondani a pártok, hogy győznek. Ebben esetben ez igaz is. Ugye mindkét párt ahhoz képest, ami lehetett volna, győzött, mert ugye a demokraták visszahódították a kongresszust, és a republikánusok viszont megtartották a szenátust. Ha nagyon bele akarunk menni, akkor azért ez inkább a demokraták számára győzelem, mert olyan eszközök jutnak most a kezükbe a képviselőházban, ami ugye eddig nem volt. Ez nem egy vadonatúj helyzet, általában az a kivétel, ami az előző két évben volt, hogy a kongresszus mindkét házát és a fehérházát is egy párt uralja normális esetben, és azt hiszem, hogy ez egy egészséges dolog. Ugye ez nem így van, most sem lesz így. Ezt ügyesen kell kihasználni a demokratáknak, ha a következő elnökválasztáson, ugye, mert erről van alapvetően szó, győzni akarnak. Én két következtetést vonnék le ebből a választásból. Az egyik az az, hogy a Trump jelenség nem átmeneti jelenség. Ez velünk lesz még egy jó darabig, és Európa ahelyett, hogy sopánkodik, jobban tenni, ha megtanulna együtt élni normálisan ezzel a jelenséggel. A másik dolog, hogy Amerikában működik a demokrácia. Ez ugye nem, mert sokan temették, hogy Donald Trump az eltemeti a demokráciát, most azt látjuk, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere elkezdett méghozzá elég nagy lépéssel helyreállni, és én azt gondolom, hogy ezzel az eredménnyel alapvetően elégedettek lehetünk mi is. Meg kell szokni azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok politikája más, mint eddig volt. Ugye nem az a szokásos, ami volt, mert ugye két dolog szokott lenni, vagy egy ilyen atlantista, nagyon együttműködő, vagy egy izonacionista, elzárkózó politika. Ez valahol a kettőt egyesíti. Nem a hagyományos elvárásoknak, vagy sztereotípiáknak felel meg. Még mindig nem világos, hogy a latin-amerikai konvoj, ami már elérkezett az amerikai határa ott Mexikónál, hogy ez egy pankráció-e, vagy lesznek itt még golyók is?
Nem, az biztos, hogy nem fogják beengedni őket. Tehát Trump akármit is csinálnak, ezek a csoportok akármit is sírnak a magukat ugye emberi jogi, liberális aktivistának nevező, egyébként ez a része a valóságtól elszakadt csoportok, nem fogja beengedni. Nem teheti meg, én azt gondolom, hogy nem is lenne igazából helyes. Már ajánlottak nekik megoldásokat, amiket nem voltak hajlandók elfogadni. De ideglenes letelepedést Mexikóban, munkaengedélyt, személyigazolványt. Így van, azért ez nem semmi. Meglátjuk, hogy ha határhoz érnek, vagy odaérnek-e egyáltalán, vagy akkor mi történik, nem tudom. Azt hiszem, hogy a fegyverhasználat az azért csak tényleg nagyon végső esetben jöhet szóba. Értem, Latin Amerikának a süllyedése minek köszönhető? Mert ha ennyi menekült van, ennyien szeretnének máshova menni, akkor ott valami nincs rendben. Mondjuk, hogy Venezuelában mi történt, azt látjuk. Brazíliában új elnök van. De onnan nem menekülnek. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagy kontinensről, mint Dél-Amerika, 5000 ember elmenekül, ez azért nem mondja el azt, hogy ez a kontinens válságban van. Ugye a válságnak a jelenje az, ami mondjuk Afrikában látunk, hogy milliók vagy 10 milliók szeretnének elmenni. De Magyarország sincs válságban attól, hogy néhány százezer ember elmegy máshova dolgozni. Én azt gondolom, hogy már a kettő egészen más jelenség természetesen. Nem csak mondom, nehogy valaki aztán azt higgye, hogy össze akarom mosni a kettőt. Ez egy kezelhető, nagyon súlyos probléma, kezelhető probléma Dél-Amerikában, ugye, ha ott elindulnának milliók, az probléma lenne. Hát ez alapvetően ugye azoknak az államoknak, ahonnan jönnek, a többi államnak, Amerikának együttesen kéne. Nem nagyon látom, hogy ugye ez most tehát ez nem olyan óriási nagy probléma. Ugye Trump számára ez persze nagy kihívás, meg lehetőség, de az, hogy 5000 ember egy több százmilliós kontinensről elmegy, az én azt gondolom, hogy nem kell túlságosan nagyra értékelni, vagy fölülértékelni. Milyenek lesznek ezek után a magyar-amerikai kapcsolatok? Nekem úgy tűnik, hogy a lengyelek kicsit, lengyel barátaink beelőztek minket. A lengyelek mindig beelőznek minket, meg sok mindenki mást, ha nem mindenki mást az amerikai kapcsolatokban. Tehát ezzel nem kell csodálkozni. Nem csak azért, mert ugye tradicionálisan a lengyelek az amerikaiakkal nagyon jóban vannak, hanem azért is, mert csak rá kell nézni a térképre, meg a történelemre, a lengyelek félnek, főleg az oroszoktól, és azt gondolják nem alaptalanul, hogy ebben az Egyesült Államok, amelyik segíteni tudja őket. Ez nem fog megváltozni soha. Nem is az a meg nagyobb is Lengyelország. Ugye, ez nem baj, hogy ebben a lengyelekben előztek minket. Egyébként se kell állandóan hasonlítgatni minket valaki máshoz. Mi nekünk, én azt gondolom, hogy objektíven saját magunk kell, hogy jók legyen, és a magyar-amerikai kapcsolatok nem rosszak, sőt, bizonyos terület, sok területen kifejezetten jók. Nem hiszem, hogy óriási nagy változás lenne. Ugye most az azért várható, hogy a kongresszusban, a képviselőházban több kritika fog elhangzani Magyarország felé, hiszen a demokraták ugye hagyományosan jobban rámennek ezekre a kérdésekre, de azt gondolom, hogy az amerikai külpolitika, amit ugye alapvetően az elnök határoz meg, az nem fog változni Magyarországgal szemben sem, meg máshol sem nagyon. És az Európai Unióval szemben? Ott sem fog változni igazából. Az Európa, hogy most csak csend van, nyelv van foglalva Trump a kínai kereskedelmi háborúval, de az európaiaknak azt üzenné minden is, mert ezt biztos, hogy hallgatják ezt a műsort az Európai Unió vezetői, hogy tanuljanak meg együtt élni Donald Trumpon. Nagyon jót tennék, ha abba hagynák a szidalmazását. Lehet szidni persze mindenkit. Lepereg róla. De együtt kell élni vele. Ez nem, hát ha esik az eső, akkor nem a jó Istent kell szidni, hogy miért esik az eső. Következő kérdésem természetesen az, hogy mi történik a Amerika és Anglia között, Brexit előtt, után, vagy éppen közötte? Hát ugye, ha meg tudod mondani, hogy mi történik a Nagy-Britanniában, akkor meg tudom mondani, hogy mi fog történni kettőjük között. Sokan, minthogyha azt követelnék, hogy azonnal legyen újabb népszavazás. Van, aki azt mondja, hogy azonnal legyen újabb népszavazás, van, aki azt mondja, hogy akkor is lépjünk ki az EU-ból, hogyha nincsen megállapodás, és valahol a kettő között is nagyon sokan vannak. Még mindig, ugye március lenne a határidő, még mindig nem tudjuk, hogy mi lesz a végeredménye a dolognak. Ez nagyon bonyolult probléma, hogy a britek kezdenek rájönni, hogy azért, mert ők elégedetlenek voltak az akkori kormányzattal, azért nem biztos, hogy meg kellett volna szavazni a Brexitet.
Mennyire lehet ez negatív vagy pozitív hatással ránk, magyarokra? Hát sok mind pozitív, az Európai Unió tagjaira. Sok pozitív hatást nem látok. Ugye a közvetlen veszély az, ami az Angliában, Nagy-Britanniában dolgozó magyarokat jelenti. Az is egy probléma, hogy ugye Nagy-Britannia egy befizető ország, tehát kisebb lesz az elosztható összegeknek a költségvetés, a rendelkezésre álló összegeknek a mennyisége. És hát azért a közös kül- és biztonságpolitika, vagy védelempolitika, hogy Nagy-Britannia nélkül gyengébb lesz sokkal, tehát ott valami megoldást kell majd találni, hogy hogyan lehet őket ebben a szegmensben bent tartani. Elképzelhető, hogy a májusban következő szavazások után az Európai Unió, a Brüsszel, a vízfejűség egy kicsit gatyába rázza saját magát? Nagyon jó lenne, ugye nem szeretem ezt az elképzelhetőt, persze, hogy elképzelhető, ez egy ilyen újságírói fogás, már bocsánatot kérek. Én azt várom, hogy ez fog történni. Nagyobb kihívásokkal fog szembenézni a brüsszeli bürokrácia, mondjuk például a parlament részéről is, meg egyébként is. És én azt szeretném javasolni nekik megint csak, hiszen tudjuk, hogy nézik ezt a műsort, hogy meg kéne gondolni, hogy helyes volt-e az a irányvonal, amiben a jelenlegi bizottság elment, hogy politizálta a tevékenységét. Ugye a bizottságnak szakértőnek kéne lenni, nem politikai testületnek, és Juncker vezetésével ez a testület most nagyon átpolitizálódott. Ez nem helyes, nem segít az Európai Unión. Ugye ha megnézzük a problémákat, amik vannak nem csak Magyarországnak, hanem sok mindenki másnak a bizottsággal, ugye azok hát 95%-ban abból adódnak, hogy politikai kérdéseket kevernek. Hogy lehet biztosítani, hogy a bizottság politikamentesen az alapszerződések szerint működjön? Hát egyrészt egy olyan vezetőt kell választani, aki elfogadja ezt, aki nem akar konkurálni a tanács elnökével, hogy ő legyen a fő politikai vezető, hanem aki tudomásul veszi azt, hogy mi az ő dolga. Nagyon fontos dolga van, sokkal fontosabb, mint hogy politikai nyilatkozatokat tegyen. Lehet, hogy olyan embert kell majd oda választani, akinek nincsenek ilyen európai miniszterelnöki ambíciói, hanem megelégszik azzal a egyébként óriási lehetőséggel, amit az Európai Bizottság elnöki tisztsége, meg a tagság tagjainak a befolyása egyébként is lehetővé tesz. Európa ezekre a választásokra készül, de van egy gyenge láncszem, Németország, aki idáig, hogy pestiesen mondjam, fújhatta a passzárcelet. Vajon egy meggyengült kanclerrel ugyanolyan szerepet fog tudni játszani Németország? Szeretnék olyan gyenge lenni, mint a meggyengült Németország. Ugye Németországbannak a szerepe az elsősorban nem attól függ, hogy a kancellár milyen erős, hanem attól, hogy Németország milyen erős, ez pedig nem változik. Németország nagyon erős gazdaságilag is. Politikailag biztos változni fog, és én azt várom, hogy aktívabb lesz Németország Merkel után. Ugye ez remélhetőleg egy generációváltás is lesz, meg egy kicsit szemléletváltás is lesz, hogy Németországnak, a német vezetőknek nem a állandóan az fog a fejébe járni, hogy mit szól hozzá Európa, hogyha ők aktívabbak lesznek, mert ez emlékezteti őket arra, amikor Németország ráerőltette akaratát Európára, hanem megpróbál egy aktív és konstruktív szerepet játszani, és rugalmasabb lesz. Tehát például az eurózóna kezelésében azt gondolom, hogy egy rugalmasabb politikára van szükség Németország részéről. Ehhez új vezetésre van szükség. Egy másik műsorban, mintha ön azt mondta volna, megpróbálom pontosan idézni, nem fog sikerülni, hogy tulajdonképpen az euró az Németország pénze. Nem, ezt nem én mondtam, ezt valaki más a mondhatta, hogy hát nem szoktam mondani. Igen, így van. Az euró bevezetésének a fő motorja Németország volt nyilvánvalóan, és Németország nyert ezzel sokat, de Németország vállalta a legnagyobb kockázatokat is ezzel. Nem is ez a probléma szerintem az euróval, hanem az, hogy ez egy befejezetlen műalkotás, amit be kéne fejezni.
akkor, hogyha az eurózónához a többiek is csatlakoznak. Nem csak az, én azt gondolom, ez a kisebb gond. A nagyobb gond az, hogy ez nem egy stabil valuta. Ez ahogy meg lett csinálva, hogy szépen fejezzem ki magam németesen, ha már Németországról beszélünk. Ugye ez egy olyan korszakra lett megcsinálva, amikor jól megy a gazdaság. És hát a lényeg az lenne, hogy akkor is működjön, amikor nem megy. Meglátjuk, hogy milyen változásokba részesül majd az euró az olasz gazdasági válság és a többiek nehézségei miatt. Itt folytatjuk legközelebb. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt az elmúlt bő negyed órában. Gyarmati István nagykövetet, szakértőnket láthatták és hallhatták. És akkor most egy liberális vezetőt, Szabadai Viktort fogunk meghallgatni a mindennapos történésekről. Tartsanak velünk, az előzetesek után jövünk vissza. Szia, Péter.